Sziasztok! Arra kérünk benneteket, hogy ne felejtjétek el támogatni Nílal Daganatos Gyermekekért Alapítványt. Hiszen veletek együtt közösen szeretnénk minél több beteg gyermeknek segíteni és támogatni őket, hogy egy picinke kis örömet tudjunk szerezni nekik a mindennapjaikban. Ehhez mindenféle információt megtaláltok a videó alatti leírásban. És hogyha bármi nemű kérdésetek felmerül, hívjatok minket, vagy írjatok nekünk bizalommal. Sziasztok! Kezdjük hát a videót. Sziasztok! Most meg ott egy szempilla rajta a szempilládon. Lóg egy. Szempilla. Aha, kipottyant egy szempillád. Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Száz Zoltán volnék. Ma megint csak folytatni fogjuk Nílácska történetét. Az utolsó videónkban elmondtuk nektek, hogy hogyan roncsolta a pécsi gyermekonkológiai osztály szét Nílácskának a kis szívét. Igen, szerintem ez nem nagy titok, igazándiból nem sok gyermekonkológiai osztály létezik az országban, ahol ráadásul még kevesebb transzplantációs osztály. Nos, mi ugye Somogy megyében lakunk, akkor nagyon egyszerű ezt kikövetkeztetni, hogy a hozzánk közel eső gyermekonkológiai osztály az nem más, mint Pécs. Mert egyébként találkoztunk valakivel is, megkérdezte, hogy akkor ez most hogy van most. Kimondjuk, hogy melyik kórházban volt Nila, vagy nem mondjuk ki, hogy melyik kórházban volt Nila, mert valahol úgy vette észre, hogy a mostani videóban, mintha egyre többször mondanánk azt, hogy Pécs, hogy akkor most ezt merjük-e vállalni. Természetesen merjük vállalni, és természetesen miért nem mondhatnánk ki, hogy Pécs gyermekonkológiai osztály. Ahogy egyébként azzal meg úgy vagyunk, hogy az orvosok nevét is miért ne lehet kimondani. Igen. Elvileg, ismétlen elvileg hivatalos, rendes diplomával rendelkező praktizáló orvosokról van szó. Tehát, ergo, miért ne lehetne kimondani az ő nevüket? Sajnos erre már van állítólag, most nem tudom tényleg ez most mennyire így van, ugye szabályozás, stb. Egy picikét a törvény belenyúl, hogy akkor személyjogok megsértése, hogyha kimondod valakinek a teljes nevét. De ismétlem, hivatalos orvosokról van szó, ahogyan megkaptuk kérdésbe is, miért ne lehetne kimondani? Igen. Na mindegy, de ugye ezt már egyszer kiveséztük, mint természetesen, hogy kell mondani? Mi úgy érezzük, ez egy nyílt titok, és akit nyomon követ minket, ő tudja azt, hogy helyileg tényleg mi melyik kórházhoz tartozunk. Igen, csak azt akarom mondani, hogy miért nem mondhatnánk ki, mi ki akarjuk mondani az orvosoknak a nevét. Ez miatt esetleg elciperhetnének minket a bíróság miatt, de nem azzal foglalkoznának, hogy mi történt Nílával, hanem azzal, hogy a Jóska Pista Pixalámbiscsónak jaj, kimondták a tulajdon nevét. Csak ezzel foglalkoznának, sajnos. Nos, de egyébként azt is megbeszéltük már, bocsánat, elhúzom a videó elejét. Nagyon könnyű ezt kinyomozni, nagy nyomozás nem kell hozzá. Google Pécs gyermekonkológiai osztály, aztán meg lehet nézni, hogy kik dolgoznak ott. Így van. Részben 95%-a még most is ott dolgozik. Így van. Vagy lehet, hogy 100%-a, attól függ, hogy melyik ment el éppen szülési szabadságra. Szülési szabadságra. Igen. Gyesre, vagy gyertre, hogy kell mondani. És jelezném, hogy onnan már egyébként, amikor Nila bent volt a kórházban, és amelyik doktornő azt merte mondani Hajninak, hogyha kívánhatna ilyen rákot kívánna a gyermekének, mert hogy állítólag ez könnyen gyógyítható, aztán egy kibebaszott tragédia lett belőle, na most az az orvos doktor nénike visszajött a szülési szabadságáról, és tovább osztja ezeket a furcsa idézeteit más anyukáknak, mivel már kaptunk erről visszajelzést. Úgyhogy a horror anyuka most jelenleg is ott praktizál szülés utáni szabadság anyámkénye. Mehetünk, bocsánat. Igen. De hát ugye ott tartottunk, hogy Nílát teljesen tönkretették a kis szívét, és közölték velünk, hogy egy blokkot kihagyva a legerősebbnek állnak neki, és azt fogja kapni Nila. Hát igen. Itt meg is lett ennek az egésznek az eredménye. Ugye elmondtuk nektek Nílának a kis hajáról azt, hogy először olyan volt, mintha géppel nyírtuk volna le a kis tincsecskéit. Igen, megbeszéltük már azt is, hogy ezt ne úgy tessék elképzelni, amikor hullik egy haj, hogy hirtelen reggel felébredsz, és akkor ott van a bőrszerű kis fejed. Nem. Igen. Ráadásul nem is hatalmas nagy csomókban. Nem, úgy nem tudom, hány szál hullik ki egy nap, mindegy, nem tudom.
És ahogy te akartad mondani, hogy Milának akkor olyan lett a kis haja, mintha lenyírtuk volna mondjuk egy 2 centis hajnyírógéppel, és akkor ugye a negyedik blokknak köszönhetően sajnos... Teljesen, ugye ezek a kis rövid kis haj pihécskéi is elkezdtek hullani, és ott se úgy, ahogy apa mondja, hogy egyik napról a másikra eltűnt az összes, hanem ilyen kis foltokba, tehát azt vettük észre, hogy minél nagyobb területen, minél több foltban, ugye már a kis fejbőre az, ami sajnos már van. És itt, bocsánat, eszembe jut valami a filmek kapcsán, igen, hogy amikor néztek egy-egy filmet, sajnos manapság nagyon trendi az, hogy mindenféle rákbetegséget mutatnak be. Nincs olyan film, ami például ne szexi jelenetekkel, vagy éppen a rákkal kezdődne, vagy szólna, stb. És ott egyébként észre lehet venni a kis színészeken, hogy milyen mondjuk a kis fejbőrük, egyértelműen látszik, van olyan színész, aki bevállalja, és akkor letolják neki nullás képet, de azért ott látszik, hogy nem az az igazi kihullott haj van, vagy ugye lehet, hogy éppen szilikon, bőrszerű szilikont nyomnak rá, de azt is észre lehet venni, tehát sajnos így... Meg ugye, amit nektek is mondtunk, bocsánat, igaz, hogy ez most nem ide tartozik, hogy nagyon sok esetben meg a kórház az, aki tolja az emberekbe, azt a betegekbe és a gyerekekbe, hogy le kell az egészet géppel vágni. Igen, mondván, hogy könnyebb itt tisztán tartani, vagy egyszerűbb az elején gyorsan túlesni rajta, és akkor kész. De ezt is megbeszéltük, tudjátok, Nilának sem tetszett, azt mondta, hogy nem, kihullik úgy, ahogy ki kell hullania. Így van. És szóval... mit szerettünk volna mondani? Hajakról beszélgettünk. Igen, és ugye itt majd látni fogjátok, jobban fog látszani a kis fülbevalója. És ezzel kapcsolatban szeretnénk nektek elmondani egy történetet, mégpedig azt, hogy ugye mikor Nila pici volt, akkor elhatároztuk, hogy akkor elmegyünk és nem átszúratjuk a fülét, hanem belövetjük a kis fülét. Miért van szúrás is? Hát van, aki, igen. Például még állítólag, ha bemész, akkor még egy orvost is megkérhetsz, hogy a rendelőre lyukasszák ki. Aki... Azt hittem csak az nem. A pisztoly, hogy nem. De hát mi ezt a kis pisztolyos módszert választottuk, hát mondanunk se kell nektek, hogy Nila ezt is milyen bátran viselte. Egy hangja nem volt tényleg, oda tettük, kiválasztottuk ugye, hogy milyen lesz neki először bent, ugye kellett ez a kis gyógyfülbevaló, ugye az átlövésnél, és tényleg egy hang nélkül, pedig tényleg... Hát azért nem volt Nilának hangja, mert várta, izgult, és szeretett volna már fülbevalót. Igen, tényleg. És ugye akkor így kilövettük a kis fülét, és mamáéktól pedig karácsonyra megkapta ezt a gyönyörű aranyfülbevalót, amit ti is láthattok. Amikor átadták, akkor ott voltunk náluk, és hát papa mondta, hogy... Illetve mi mondtuk, hogy akkor papa legyen az, akire lehet, hogy majd haragudni fog Nila, ha egy kicsit fáj ez a cserebere. Úgyhogy papa vállalta magára, hogy ő ezt a fülbevalót ezt beteszi Nila fülébe. Hát nem volt egyszerű, nem volt könnyű, papa is teljesen leízott, emlékszel rá? Hát persze, kis pici fülében mindig jó. Félt is, hogy nehogy fájdalmat is okozzon. És nagy nehezen berakta a fülbevalóit Nélának. Mind a kettőt. Miután elmentek a papáék, ugye este vettük észre, hogy hát valami nem stimmel Nila fülénél, tehát nem szimmetrikus a két fülbevaló. Hát igen, mert papa véletlenül fordítva rakta be a fülbevalóját, úgyhogy... Az egyiket, igen. Igen, hátrafele volt neki, úgyhogy... De bármennyire is nem akartunk mi is ebben közben járni, de mi cseréltük akkor át, és fordítottuk vissza Nilának a kis fülbevalóját. Úgyhogy, de nagyon gyönyörű, és tényleg a fülbevalója az ugye Nilán volt. Volt olyan időszak, amikor sajnos ki kellett, hogy vegyük neki, nem nagyon szerette volna, de amíg tudtuk, elhúztuk ezt.
Nem, ez nem pont így volt, tehát ez nem a mi akaratunkon múlott, hanem volt olyan kórház, volt olyan vizsgálat, például az MR-vizsgálat, ott például az egyik, hogyan, Baranya megyében, a Bécs által intézetnél, ott egyébként azt mondták, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ez arany fülbevaló, nem érdekli őket, nyugodtan bent lehet hagyni. Budapesten, vagy ahová máshová kerültünk, ott pedig azt mondták, hogy nem, szó sem lehet róla, ki kell azt venni. Igen, ezért mondtam, hogy amíg tudtuk, addig bent tartottuk, és ugye akkor ki kellett venni. Úgyhogy utána... én még azt szeretném megjegyezni, úgyhogy fogalmam sincs arról, hogy akkor most lehet-e rajtad egy fémékszer, vagy nem lehet rajtad, úgyhogy nem tudom. Igen. Nila kapta a negyedik blokkot, és közben, és ugye előtte is folyamatosan gerincvelő és csontvelő mintavételeket végeztek rajta. Ezeknek az altatásoknak, mert egyébként altatásban végezték el ezeket a kisebb műtéti beavatkozásokat, rendszerint mindig hányás lett a vége, ezt mindig jeleztük, van, hogy erre Nila kapott egyébként különböző hányás csökkentő gyógyszereket, valamelyiket vénás formájában, infúzió formájában, valamelyiket pedig szájon át bevehető gyógyszeres formájában, van, hogy segített, van, hogy nem. Általában a pécsi gyermekonkológiai osztályon, azon belül is a sebészeti osztályon, Tejcsivel altatnak, ugye ezt Nilával így neveztük el, hogy Tejcsivel, jól mondom? Nem. Jót gázza, pont nem. Fordítva pont mondom? Pont fordítva, igen. Jó, akkor javíts ki nyugodtan. Igen, Pécsen pont, hogy sajnos, amit Nila nagyon-nagyon nem szeretett, gázzal altatták. Ja, igen, ja, az a büdös. Igen, igen. Ja, jó, bocsánat. Igen, és szegényemnek utána még napokon keresztül egyszerűen nem akar kitisztulni az orrából, a szájából ez a nagyon-nagyon furcsa, büdös érzés, szag és íz. Ugye ilyenkor mindig apának az volt a dolga, hogy próbáljon valami olyan cukrokat, emlékszel rá, már minden tényleg. Mentolos cukor, vagy valami olyan ízt bevinni a kis szájába, torkába, amivel egy picit el tudnánk nyomni ezt a szagot vagy ízt. Rendszerint ez nem sikerült, és erről jutott eszembe, nem erről szól a videó, de gyorsan megjegyezzük, tehát Budapesten Tejcsivel, infúzió formáján keresztül altatnak el, hogy benyomnak valami vénásszert, ilyen fehér folyadék. Ott egyébként, amikor benyomnak egy ilyen közömbösítő folyadékot a műtét után, ha ezt így kell mondani, nem biztos, hogy olyan szakszerűen fejeztem ki magam, azon nyomban fel kell Nila. De tényleg pikpak elalszik, benyomják, pikpak föl is kell, kinyitja a szemét. Nyilván kovájú meg stb. Utána pihennie kell, igen. De Pécsen egyébként ez teljesen más, az a gáz olyannyira erős, hogy utána még vagy két órán keresztül kiszokták ütni vele Nilát. És fel szokott ébredni, mit csinálni? Hányni. Na, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan nyomják ott a szert, vagy mennyire figyel az altató orvos, nem tudom, ebbe se akarok belemenni. Na, de azért így elég furcsa, hogy így ki tudnak ütni egy kisgyermeket. Tehát ugye ott tartottunk, hogy rendszerint csontvelő mintavétel és gerincvelő mintavétel. Igen, és amit még itt el szeretnék nektek mondani, hogy az altatás után Nilának mindig szüksége volt plusz oxigénre. Ugye ilyenkor nem úgy vette a levegőt, úgyhogy erre sajnos szüksége volt, ilyenkor még gép is figyelte, hogy milyen az ő oxigén szintje és a pulzusa. Itt, amit még szeretnénk nektek megjegyezni, hogy ugye gyermekosztályról van szó, és apa nem egyszer se kétszer kérdezett rá, hogy ez mennyire gyerekeknek való gyerekmaszk, amit ott felhelyeznek Nilára. Mert hát ahogy ti is láthatjátok... Az brutális nagy maszkot adtak mindig Nilának, az én pofámra is nagy lett volna. És akkor ugye ilyenkor megkapják ugye a gyermekek, jó, Niláról beszélünk, megkapta Nila ezt a felnőtt oxigén maszkot, és akkor az egész arcán, a homlokánál így kifújt mindig a levegő. És akkor hogy oldotta meg a kedves nővér? Nem hozott be gyermek arcára való gyerek oxigén maszkot, hogy kell mondani, hanem egyszerűen csak fölrakta az oxigénnek az értékét maximálisra. Tehát még erősebben tolta be. Igen. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van, biztos nem kellemes egy olyan gyermeknek, aki öklendezik, meg éppen próbálna pihenni. Gondolom így azért jutott hozzá egy kis oxigén, nem tudom, fogalmam sincs, azért eléggé furcsa, hogy még tehát gyermek, ismétlem, gyermekosztályról beszélünk, ott nincsenek felnőttek, hogy kerülnek oda felnőtt maszkok? Jó, az igaz,
például egy 15, 16, 17, 18 éves gyereknek nyilván már egy kicsikét nagyobb a fejtérfogata, azoknak talán valószínűleg jó. Na de azért egy 7 éves gyermeknek, nem? Ó, nem 7 éves gyermeknek, az előző videóban néztem a szerkesztést, és próbáltam ott kijavítani, 6 és fél éves gyermeknek. Ezért nem mindegy. Így van. Úgyhogy tényleg, és ugye tudjátok, vagy nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy az ugye ez azért hideg is. És hát teljesen, a kis arca teljesen ilyenkor annyira kis hideg lett neki, ahogy tényleg ezt a ezerrel menő oxigént ott nyomták a kis arcába bele. Sajnos ez tényleg így van, hogy ezzel abszolút nem foglalkoztak. És akkor már de tényleg az ember ezen azt se tudja, hogy nevesen vagy sírjon. És akkor ez is abból látható ebből a képkockából, hogy akkor most mégis hogyan figyelünk a gyermekekre. Nem tudunk adni egy rohadt normális oxigénmaszkot. Most nehogy azt gondoljátok, hogy én mindenbe bele akarok kötni, de hát ez egy létfontosságú dolog. Tehát nem is értem. Akkor... Így van. Inkább hagyom magamban a gondolatomat, mert... Így van, és ugye annak ellenére, hogy tudjátok ti is, hogy van az a fajta is, amit a két kis Mila is kapott olyat is az orrba, és akkor már is nem az egész fejét fagyasztják le, hanem tényleg oda megy, ahova kell is annak az oxigénnek mennie. Na mindegy, és állítólag ezek egyszer használhatósak, tehát most vagy eldobják, vagy újból nem tudom, hogy mit csinálnak vele, sterilizálják, fogalmam nincs, na mindegy. A lényeg az, hogy tényleg nem figyelnek oda a még az ilyen dolgokra sem. Nila folyamatosan ugye, hogy kapta ezt a negyedik kemény blokkot, rettenetesen kikészítették vele. Itt tényleg már nem csak arról volt szó, hogy most rossz a kedve vagy valami, hanem hatalmas fájdalmai voltak, tényleg nagyon rosszul viselte. Hát nem tudod, tehát vannak olyan fájdalmak ugye egy emberi testben, szervezetben, nem tudjuk milyen, mert mi ezt nem éltük át, igen. De látod rajta, hogy valami nagyon nem stimmel. Nem tudsz aludni, nem tudsz pihenni, forgolódsz igen. Az ágyba, másodpercenként próbálod helyezni magad. Valószínűleg lehet, hogy külső fájdalma is voltak Milának, mert ugye azt mondják, hogy a leukémia az rámegy az ízületekre, a végtagokra, fáj a lábad, itt fáj a csontod, vagy ott fáj az izomszöveted, de gondolom közben valami belül is, vagy nem tudom, tehát fogalmam sincs, hogy ez milyen érzés. És hiába kapsz például különböző fájdalomcsillapítókat, olyan, mintha nem érne semmit az egész. Sőt, Pécs, megint csak muszáj kimondani, Pécs, gondosan figyelt arra, hogy nem óramű pontossága, inkább még azt is eltolták. Tehát, hogyha 4 óránként kaphatott egy fájdalomcsillapítót, keres egy megfelelő nővért, orvost, aki éppen ott van, és megkaphatod a következő adagot, mondjuk eltelt, és akkor mondjuk már a 7. órában kapta meg azt, amit az 5. órában kellett volna. Igen, és itt is bármennyire is nem tetszik bárkinek is, igenis, ha a szülő nincs ott, és nem figyeled az órát azt, hogy mikor, milyen vénás gyógyszereket kap, szájon át bevehető gyógyszereket kap, akkor kifigyeli. És még hogy nincs szükség a szülőre. Hát hogy ne lenne? És igen, mi is nem tudom én hány füzetet teleírtunk azzal, hogy nap mint nap leírtuk azt, hogy mi történt Nilával. Mi írtuk a kórháznak a nem megfelelő működéséből adódó hibákat, legyen az orvos, nővér, ők pedig mit írogattak, mikor jött meg az édesapuka, vagy mikor ment ki az édesanyuka az osztályról, vagy mi az a szobából, igen. Mikor mentél el pisilni mosdóba. Például ők ezt tudták írogatni, mint valami hülye gyerekek. Na erről ennyit. Tehát ugye a negyedik blokk az rohadt erős, nagyon kemény, és akkor ugye Nilát injekciózni kellett. Elkezdődött az arzió kezelése, ugye a fehér vérsejteknek a növekedését, na ezt hogy kell mondani? Fehér vérsejteknek a termelését serkenti magába a csontvelőbe ez az arzió injekció. Ugye mivel a leukémiától, ugye nem magától, mert ugye azt eredményezi, hogy magas a nagyon fehér. Magas, igen. De csak azért, mert csomó rossz van benne. Igen, ugye a kemoterápiával ez súgy, kinyírták teljesen, és magától viszont nem tudott újból termelődni, mivel annyira erős kemoterápia. Az fontos megjegyezni, igen. Hogy úgy nyírták ki a fehér vérsejteket, legalábbis igyekeztek teljes mértékben kinyírni ezeket a kis sejteket,
úgy, hogy közben a jót is pusztították. Igen. Tehát a kemó az, amikor belemegy a szervezetedbe, nem nézi azt, hogy te jó vagy, rossz vagy. Igen. Én úgy vagyok betáplálva, hogy mindenkit kinyírok, aki az utamba áll. Teljesen mindegy, hogy mivel találkozik. Ezért teljesen levitték. Hát elég alacsony volt Nilának már a fehérvérsejt száma, akkor ugye ez azt eredményezi, hogy mindenféle gyulladás keletkezik a szervezetedben, nem képes védekezni se baktériumok ellen, se vírusok ellen, se gombák ellen, se semmi ellen. Ugye, na, tehát magyarán mondva ez azt jelenti, hogy ha a fehérvérsejted nulla, az nem feltétlenül, de akár egyenes a halállal. Értitek, mit akarunk mondani? Az elengedhetetlen ahhoz, hogy működjön a szervezeted. Mert ha valaki éppen melletted tüsszen, te már lehet, hogy éppen oxigénpalackon vagy tüdőgyulladásban, és abba kóvályogsz valahogyan. Vagy kiketsz melegsz belőle, vagy nem. Tehát ugye akkor azt mondták, hogy bár érdekes módon mi úgy tudtuk anno, hogy az arzió injekciókat kemoterápia előtt vagy kemoterápia után adják, nem pedig közben, de azt mondták, hogy Nilának elengedhetetlen kemoterápia közben adni, mivel már nem igazán voltak fehér vérsejtjei. És akkor úgy működött, hogyha Nilának javult a vérképe, akkor nagyon ritkán, ezek ritka pillanatok voltak, nagyon is örültünk neki, ekkor Nila már reggel tűkönült, vagy már este, amikor megtudta, hogy például hazamehetünk egy napot aludni. Ez tényleg csak egy nap volt, hazamentél délután, csináltál, tettél, vettél ott pici dolgokat, lefeküdtél aludni, reggel felkeltél, készülöttél, és mentél vissza a kórházba. Nilának is volt egy ilyen napja, azonban akkor kezdődött az injekciónak a kezelése aznap. Viszont úgy tájékoztattak bennünket, hogy ezt szülő is beadhatja. Vagy ott maradunk a kórházba, nem engednek haza minket egy napra, és orvos fogja beadni, és majd akkor például az egyik szülőnek megtanítják, hogy hogyan kell. Vagy hazamehetünk egy napra, de előtte akkor elmondják, kap az egyik szülő különböző instrukciókat, és az elsőt otthon adhatjuk be. Ezt megbeszéltük a vizitkor, vagyis ti beszéltétek meg. Én pedig siettem a vizit utára, ez egy ilyen 11 óra dél körüli időpont lehetett, hogy akkor utcú neki jövünk haza. Csak hogy ez pénteki nap volt. Ugye hétvégén a fűsenő, ezt megbeszéltük már egy előző videóban is, és ugyanez volt. Elszállingoztak az orvosok, mire én odaértem, már ügyelet volt. Péntek délben már ügyelet van. Ugye? És akkor vártam volna azt, hogy akkor ki fog engem instruálni, mert ugye Hajnit nem bírta volna beadni az injekciót. Nem mint, hogyha én annyira akartam volna bögdösni Nilát, de kettőnk közül valakinek muszáj volt ezt megtenni. Úgyhogy muszájból akkor én voltam az, aki ezt megteszi. Vártuk az ügyeletes doktor nénikét, vörös hajú, ezt el tudom mondani. A vörös haja volt, nem? Igen. Festett vörös, ugye? Igen. Na. Mit akarok mondani, hogy finoman fejezzem ki magam? Hát itt történt egy pár órás várakozás, hát ügyelet van, az egész kórház az övé, aztán vagy jön hozzád, vagy nem. Pár órán keresztül várakoztunk, Nila akkor már szépen fel volt öltözve. Hát, hogy utcú neki megyünk haza, csak hogy valakinek előbb instruálnia kéne. Nagy nehezen megjött a doktornéni, aki felülbírálta a főnökének a döntését, ugyanis a viziten az adjunktus, a pixalámi is Joe, a professzor uraság mondta azt, hogy rendben, akkor apuka fogja adni az injekciót, ügyeletes orvos majd el fogja mondani, hogy hogyan. De az elsőt már akkor apuka adhatja be otthon. Erről volt szó, és egyébként Nila erre reagált is, azt mondta, hogy nem nyúlhat hozzá senki. Elfogadja, hogy legyen injekció kezelés, de csak akkor, ha apu csinálja. Más nem adhatja be neki. Rendben, megbeszéltük, megengedték. Jött az ügyeletes doktornéni, aki pedig úgy gondolta, hogy nem elég engem instruálni, hanem ezt gyakorlatban is le kéne tesztelni. Tehát nem volt elég az, hogy egyébként, most mondjam azt, hogy nagyon egyszerű. Hát, hogy mondjam ezt? Nem egy nagyon nehéz feladat volt, nyilván oda kell figyelni, hogy hogyan bököd meg a saját gyermekedet. Arra kellett figyelni, hogy a bőr alá kellett ezt a kis injekciót beadni. Arra is figyeltünk, kértem rövid
rövid tűt az injekcióra, nem ezt a hosszút, hanem hogy minél rövidebb legyen. Hát és ha ott... tudnátok, hogy abból is milyen izé volt, hogy honnan tudnak olyan pici tűt szerezni. Igen, mert hogy ez is pénzbe kerül, és hát ez nem megszokott dolog, hanem van ez a nagy lóbaszú zsákforró tű, hogy akkor azzal, nem tudom én azzal kell bökni egy gyereket, szerintem azzal sokkal könnyebb túlnyomni. De ha van egy rövid tű, és akkor azt mondod, hogy köbő a fele, és csak azt nyomom be, egy 45 fokos szögbe, akkor oké, bőr alá. De hát a doktornő azt mondta, hát most én vagyok az orvos, én meg azt mondom, hogy itt most letesztelem édesapukát, hogy maga hogy adja be. Ezen nincs is semmi gond, nem volt semmi gond, rendben tesztelje le, csak tudjátok, egy gyermekről van szó, egy kislányról. Meg volt beszélve már egy orvos csapat előtt, hogy apuka fogja végezni otthon, én megkapom a teljes leírást, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Igen. Oktatás, vagy nem tudom, hogy miben részesítik. Igen, és akkor Nila is tűkönült, hogy már indulunk haza, eleve már egy jó pár órát meg is váratták szegény Nilát, már kezdett mérgelődni, amúgy is tele volt különböző gyógyszerek, eszteroid, stb. Nem kell ezt mondani, hogy hogyan hat egy gyermekre, vagy akár egy felnőttre. Így van. Nyilván a türelem az egy idő után elfogy, és hát nem igazán engedte, hogy ott a kórházban adjam be az első injekciót, úgyhogy akkor ott már a doktornőnek sem tetszett, fölhívta a Pixalám és Joe-t, meg ott volt egy kisebb ilyen hajcihő, hogy akkor most mi legyen, aztán végül akkor Nila beleegyezett, hogy szépen csinosan fel volt öltözve, akkor húzza le a kis fölsőjét, stb. Feküdjön vissza a betegágyra, ez nem igazán volt kellemes, de rendben, akkor letesztelt a doktornéni, örüljön magának, ennyi. De ezzel nem arról van szó, hogy mert nyilván, tehát hogy mondjam, tehát azt a részét, hogy megértsétek, hogy itt abból nem problémáztunk mi, hogy egy doktornő előtt kell beadni. Csak tudjátok, már valami meg volt beszélve, és főleg egy kislánynál, aki tele van gyógyszerezéssel, ugyanúgy ment volna ez otthon is. Nem azért, mert én nagy képű vagyok, amúgy is rengeteg injekciót kellett beadnom. Teljesen mindegy, hogy a hátam mögött most figyelte a doktornő, vagy nem. Ugyanúgy csináltam mindig is. Igen, és itt azért valamit még hadd mondjunk el nektek, hogy ezek között mert ugye itt nem 10 percről van szó két orvosi bejövetel közt, hanem ugye bejön. Először ezt mondja, aztán elment, aztán nem tudom én hány óra múlva megint visszajött, aztán megint elment, hogy telefonáljon közben, megint nem tudom én hány óra telt el. Ugye természetesen, hogy akkor már este lett szinte, vagy nem na, is tudom, itt az a lényeg, itt tudjátok, az a lényeg, hogy ő amikor megjött, Halvány Lila fingja sem volt arról, hogy akkor most mit beszélt meg az előző viziten a nagy professzor, doktor úr. Ő nem volt képben, és ő úgy ítélte meg, hogy tehát ő amikor bejött a szobába, mindjárt mondott valamit. És nyilván ő, mint orvos, köti az ebet a karóhoz, és nem fogja megmásítani a véleményét. Ezért történt az, hogy akkor telefonálgatott jobbra-balra, mi le voltunk nézve, mint szülők, stb. Már Nila kis arcocskája se tetszett neki, úgyhogy na jó, akkor hagyjuk. Akkor megcsináltuk ugye a doktornéni előtt, és akkor... Hát úgy... Végre mondjuk azt, hogy ők megnyugodtak. Az, hogy egy kisgyereknek tényleg milyen kálváriát okoztak ezzel az egésszel, hát őket ez marhára nem érdekelte. Az volt a lényeg, hogy én vagyok az orvos, én vagyok a felsőbrangú, aztán majd az lesz, amit én mondok. Holott az az orvos is akkor még csak egy rezidens volt, én úgy emlékszem. Nagyon helyes, köszönöm szépen. Természetesen Lila akkor se engedte, hogy a doktornéni adja be, már csak azért se. Ha tetszett, ha nem. Úgyhogy természetesen akkor meg minket hívtak ki, hogy szóljunk rá Nilára, hogy ilyet ne mondjon. Én megmondtam, hogy nem szólok rá. Igen. Mi szólnék rá. Tehát mi annyit mondtunk, hogy ez így volt megbeszélve, mi mindig ahhoz tartjuk magunkat, amit megbeszélünk. Sajnáljuk azt, hogyha ő ezt nem tudja értelmezni. És az a baj, tudjátok, hogy egy orvos egy ilyen helyen nem képes felfogni azt, hogy ezek a gyermekek mennyi mindent átélnek, és mennyi mindent éreznek, mennyi mindent másképp látnak, mint mi. És most tényleg belekötünk egy ilyen apróságba. Tehát teljes mértékben meg volt arról győződve a Pixalám is Joe, hogy itt minden oké, úgyis be fogja tudni ezt az injekciót. Nem a vénába kell benyomni, bőr alá. Tehát ez tényleg nem egy... nehéz feladat. Nyilván abból a szempontból rossz, hogy a saját gyermekedet bögdösöd napi szinten. Senkinek sem kellemes, csak sajnos muszájból ezt meg kell csinálni.
és sajnos ott Nila eléggé elkeftelenedett, utána kellett még pár óra, amikor úgymond helyreállt Nilának a kis lelki békéje. Így van, így van. És ugye hát azért akármilyen kis szúrás is, azért ez egy fájdalom, meg ugye mivel tehát Nilában is alapból is azért, ahogy apa mondta, nagyon sok minden fájdalom volt benne, és plusz még egy ilyen szúrás is, meg minden. Biztosak vagyunk benne, hogy fájt neki is, de azért van, hogy tudta tényleg nagyon szépen tartani igen, magát. Igen, tehát más volt neki az, hogy igen. Anyu és apu csinálja, így nem van. Pedig egy doktornő, egy doktorbácsi. Tehát igen. Azért itt teljesen más érzés volt neki, igen. Mert bízott bennünk, bízik bennünk. Így van, és akkor ugye ő is ott mondta, hogy fáj, mondtuk, hogy itt nincs senki, anya van, apa van, hogyha most sírsz, akkor sírsz, ha kiabálsz, egyet kiabálsz, ahogy te úgy érzed, hogy neked hogy könnyebb. De egyébként a 90%-ában igen. Simán túlestünk rajta, nem igen. Sírt Nila. Nem. Volt, hogy persze elszomorodott, vagy elsírta magát, de az a ritkábbik eset igen. Volt, és biztosak vagyunk benne, hogyha ezt igen. Egy orvos csinálja, akkor hát az még nehezebb lett volna. Ugye meg kellett kicsit finoman csípni Nilának a bőrét, ahova ugye beadtuk, így válmagasság környékén. Mondtam, hogy ugye igyekeztünk arra figyelni, hogy mindig rövid tű legyen, meg volt adva, hogy az köbő a feléig kell benyomni. Azt is megbeszéltük az orvosokkal, ha egy kicsikét felpuposodik, semmi baj, az is csak azt mutatja, hogy jól adjuk be, hiszen a bőr alá megy, felpuposodhat, akkor egy picikét masszírozni kell, előtte természetesen az én kezemet is le kellett fertőtleníteni, Nilának a kis bőrét is le kellett fertőtleníteni, és ugyanúgy, mint egy vérvételnél, mit tudom én, egy-két percig ott finoman kellett masszírozni, nyomkodni, vagy nyomni, ilyesmi. De hát tényleg Nila nagyon ügyes, ebben is nagyon ügyes volt, és nagyon szépen engedte, tehát soha nem volt az, hogy jaj, ő nem, hanem tényleg annak örült, hogy ezt ugyancsak így hárman meg tudjuk oldani, és nagyon erős volt ebben is. A mai videónkban ennyit szerettünk volna veletek megosztani, reméljük, hogy hát igen, amikor mi ide leülünk, akkor tényleg próbáljuk azt, hogy na most itt az ember próbál higgadtan beszélni ezekről a dolgokról, de tényleg ha hiszitek, hanem rengeteg füzetet teleírtunk azzal, hogy milyen hibákat vétettek, és amikor az ember elkezd ezekről beszélni és átgondolni, hogy abban az időszakban mi történt Nilával, akkor ez benned van, és nagyon nagy, tényleg van gyomorgörcsel ül le ide az ember, hogy hogyan mondja el azt, hogy megint miket műveltek, és napi szinten csinálták ezeket a hülyeségeket, amiket tényleg nem sokon múlott, csak azon, hogy a szülők ott vannak-e és figyelnek-e azokra a dolgokra, amikre ő neki kellett volna. Mert a gyógyszerezéssel napi szinten problémák voltak. Azért azt tegyük hozzá, mert tudjuk azt, hogy általában kifogásolható az, hogy rengeteg beteg van, és nagyon sok beteg jut egy orvosra. Nos, mondjuk azt, hogy a Pécsi Gyermekonkológia Osztályon, bocsánat, kéne innom egy kortyot, ugye a gyermekosztályon, ott Pécsi Gyermekonkológia Osztályon, azért ez nem mondható el. Most kapásból én elkezdek egy picit számolni, jó? Mert itt ez azt jelenti, hogy ott hány ember dolgozik, mint onkológus, mint nővér. Általában 3-4 nővér minimum fel volt véve, nem akarok hülyeséget mondani, sokkal több volt az, csak nyilván egyszerre hányan vannak ott. A legtöbb, amikor én például délelőtt bementem, 5 nővért is összeszámoltam. És ugyanúgy 5 orvost is össze lehet számolni. Persze ők jönnek, mennek, ám bár az égvilágon nem tudom, hogy hova a fészkes fenébe mennek, amikor ők oda vannak fölvéve. Nyilván ez egy gyermek, kórház. Annak vannak különböző épületei. Na de az onkológia osztályon, aki az onkológia osztályra van felvéve, mint onkológus orvos, nem tudom akkor annak miért kell elmenni egy másik épületbe dolgozni. Nyilván most aki azon gondolkozik, ez egy picit le van sarkítva, nyilván elmehet egy másik épületbe, mit tudom, átmegy a sebészeti osztályra, és akkor megbeszéli az egyik orvos a másik, hogy figyelj, átküldtük az egyik gyermeket, a nem tudom mivel, mert ezt kell csinálni, vagy valami. Nem erről van szó.
Csak az, hogy rendszerint mindig az volt, tehát van egy vizit. Ők olyankor bevonulnak a szobába, mindenkivel, nővér, orvos, mindenkivel, ugye, jól mondom? Jó, de egyébként, tehát akkor látod őket így egybe, egy csoportba, egy csapatként. Utána pedig soha büdös életben nem látsz embert az osztályon. Elég kevésszer látod őket, és közben nagyon sokszor váltakoznak a gyermekeknek az állapotai. Nagyon sokszor kérdezne a szülő is. De gondolom, engem talán részben azért sem kedvelhettek annyira, mert én szerettem kérdezni. Mindig mindent tudni akartam, hogy mi lesz, hogyan lesz, stb. Akkor abból mi adódik, vagy mi lesz a mellékhatás. És ha van olyan mellékhatás, akkor mit fogunk csinálni, vagy valami. Mert én olyan vagyok, hogyha nekiállunk festeni, akkor nyilván le kell takarni a padlót. Mert mi van, ha kiburul a festék, vagy rácsöppen a padlóra? Nem biztos, hogy ki fog burulni a flakon festék, nem biztos, hogy össze fogod fröccsöptetni az ajtót, de nem ártana tisztán tartani a környezetet, mert megfontolt vagy, előre gondolkodsz. És az orvosoknak nem ezt kéne csinálni? Hát nem. Majd, amikor megtörténik a baj, majd hát nem tudom, mit csináljunk erre, mit tudom én. Soha nem mondták el azt, hogyha ha ezt a gyógyszert megkapja mondjuk Nélácska, akkor mi a következő lépés? Nem, mert igazándiból, és bocsánat, hogy ezt mondom, és nyilván sok orvos meg is tud erre sértődni, sértődjön meg. Ő maga se tudja, hogy pontosan mit csinál a munkahelyén. Tényleg ott van az a protokoll, le van írva, hogy az ALL leukémiára mit és hogyan kell beadni. Ennyi. De egyébként nincs ott más. Maximum van egy kis matek számítás a fejébe, le van osztva, hogy kiló per milligram vagy milliliter, akármi. Ennyi. De egyébként más nincs. Értitek, mit akarok mondani? Ne képzeljétek el a nagy amerikai, nem tudom milyen tudásbázis, hogy akkor hazamegy az orvos, mert számtalan ilyen van, igen, olvastuk, meg láttuk is, meg minden különböző dokumentumfilmekben, és akkor úgy mentette meg egy életét egy-egy orvos, hogy hazament, nyilván vacsorázott a családjával, tettek, vettek, lefeküdt aludni, de nem tudott aludni, forgolódott az ágyába, és eszébe jutott, hogy annó, ami ekkora baszott orvosi enciklopédiát cipelt az egyetemen, volt egy olyan mondat, és az beugrott neki, hogy basszus, az az a betegség, és akkor így meg tudták gyógyítani a faszit, vagy valami. De nálunk ez itt nincs. Föl kell, elmegy, hát ha ő már nincs, akkor majd lesz helyette másik. Mert sajnos nálunk jelenleg eszméletlenül nagy piaca van ennek az egésznek, de most sok mindent tudnánk mondani, megérünk majd arra is, hogy akkor egy kicsit kifejtsük ezt bőven, hogy nálunk hogyan működik a gyógyszerezés, de próbáltunk mindig erről beszélni, ti is tudjátok, hatalmas lóvék vannak benne, egy tajszámról rohadt sok mindent a nevedről, rohadt sok nagy pénzt le lehet húzni, ha te beteg leszel. Felkerülnek a kis papírokba azok, amiket például el sem végeztek, de nyilván fel lesz neked írva a zárójelentésedbe, hogy még a fogadról a port is lesöpörték, vagy lefújta az orvos, közben meg nem csinált semmit, de az a lényeg, hogy föl legyen írva. És már sokszor arra is szarnak rá, hogy kit érdekel, hogy a te papírodban mi van. Az a lényeg, hogy mi a kis kórházi rendszerünkben mit veszünk fel, és akkor abban megvan utána a lóvé, mert ebből élünk, ebből kapunk pénzt. Nem csak hagyományos fizetés van, az én gyógyszeremet fogyaszt, vagy azt, amelyikkel éppen le vagyunk szerződve. És a többi. És hagyjuk azt is, most tényleg ne keverjük ide, mert Nila történet van szó, hogy egy orvos is hogy tud praktizálni otthon. Hogyan vannak a gyógyszerei? Vagy mit visz éppen haza a kórházból? Na, nyílt titok most. Na. Igen, ez tényleg így van. Na, mindegy. Jó. Úgyhogy próbáljunk akkor megnyugodni, reméljük, hogy a mai videónk is nézhető volt, érthető volt számotokra, el tudtuk mondani tényleg azt, amit szerettünk volna. Várjuk továbbra is a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, és tényleg köszönjük szépen, hogy velünk vagytok, és nézitek a mi videóinkat. A mai videónk ez ennyi lett volna. Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Száz Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok! Sziasztok!